A mai megbeszélésen a távközlési szolgáltatók számára az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb kérdéskör került napirendre, a megfizethetőség, illetve a hozzáférhetőség. Mint ismeretes, a Digitális Nemzetfejlesztési Program együtt az Internet.com-ban megfogalmazott kérdésekkel napirendre tűzte azt, hogy Magyarország a digitális menetrendben előírt célokat 2 évvel korábban, 2018-ra megvalósítsa, és minden magyar háztartásban legyen legalább 30 megabit per szekundum sávszélességű internet hozzáférés. Ezzel a hozzáférés egyik legkritikusabb pontja, hogy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül mindenki számára elérhető legyen a valódi széles sáv, megvalósul, és földrajzi területtől függetlenül mindenki igénybe tudja venni a valódi széles sávú szolgáltatásokat. Napirenden volt az internetet, illetve a távközlési szolgáltatásokat terhelő különleges adóterhek kérdése is. Magyarország az ÁFA-ban, illetve a távközlési adóban az Európai Unió országai között igen előjár sajnos, ezért az internet konzultáción elhangzott, megválaszolt kérdések is arra ösztökélik a programban résztvevőket, hogy megoldásokat találjunk arra, hogy akár az ÁFA, akár a távközlési adó hosszabb távú csökkentése napirendre kerülhessen. Ebben az általam vezetett szakmai szervezet támogatását és szakértelmét szeretnénk felajánlani, és minden olyan megoldásban részt venni, amely ezt a hosszú távú programot lehetővé teszi. A szociális díjcsomag szintén egy olyan elem, amely a hozzáférhetőség szempontjából megfontolandó. A mai magyar lakosság háztartásai közül olyan 1,7-1,8 millió háztartás van, ahol nincs internet hozzáférés a háztartásban. Egy 2014-es kutatás szerint nem feltétlenül az ár az elsődleges és az egyetlen szempont annak kiküszöbölésére, hogy ezek a háztartások igénybe vegyék az internet szolgáltatásokat. Ezért mind az internet konzultáció, mind a digitális nemzetfejlesztési program kompetenciafejlesztéseket is célul tűzött ki, illetve olyan szolgáltatások és digitális közigazgatás típusú megoldásokat, amelyek a keresletet élénkítik. Ugyanúgy, ahogy az előbb említettem, a digitális menetrendet, amelyet Magyarország 18-ra szeretne teljesíteni a 2020-as uniós előírással szemben. Ugyanennek a programnak van egy második igen fontos célkitűzése is, hogy az állampolgárok fizessenek is elő ezekre a szolgáltatásokra. Az a konszenzus alakult ki a megbeszélést követően, hogy ez egy közös program kell, hogy legyen a szolgáltatók és az állam és a szakmai támogató szervezetek közös erőfeszítésének eredményeképpen lehet ezt elérni. Ehhez szükségesek majd azok a programok, azok a javaslatok, amelyeket az internet konzultáció kíván letenni a közeljövőben. Szeptember 30-án zárult az Internet.com második szakasza. Ez volt az a határidő, ameddig május 18-ától, az internet világnapjától kezdve a magyar polgárok az Internet.com kérdéssorára, az Internet.com 20-ra válaszolhattak. A válaszai keretében elmondhatták a véleményüket, kinyilváníthatták a szándékukat a tekintetben, hogy milyen irányt vegyen a magyar internet fejlődése. Szeptember 30-át követően az Internet.com előkészítéséért és lebonyolításáért felelős miniszterelnöki biztosként az a feladatom, hogy mintegy másfél hónap alatt, november közepére elkészítsem azt az összegző kormányelőterjesztést, amely a kormányelőterjesztés azokat a konkrét döntési javaslatokat tartalmazza, amely döntési javaslatok megtárgyalásával és elfogadásával a kormány valósággá tudja változtatni azokat a véleményeket, azt a szándékot, amit a polgárok az Internet.com keretében meghatároztak. Ezt a munkát, a kormány előterjesztés előkészítésének a munkáját segítik azok a minikonferenciák, szakmai konzultációk, amelyeknek a sorába illeszkedett a mai találkozónk.
ezen a mai konferencián az internethez való hozzáférés kérdéseit, az internethez való hozzáférés útjában lévő akadályok lebontásának a kérdéseit jártuk körül. Ha megengedik, kiinduló pontként egy fontos adatot szeretnék elmondani, ez részben már elnökasszony részéről elhangzott, azonban fontos, hogy a közös gondolkodás kiinduló pontjaként még egyszer elmondjam. Ma Magyarországon 2014 végén, 2015 elején a háztartások mintegy 41%-ában nincsen semmilyen internet hozzáférés, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a háztartások közül 1.700.000-1.800.000 háztartásban nincs még internet hozzáférés, így tehát az internet hozzáférés hiánya objektív akadálya az internet használatnak. Másrészt az Eurostat felmérése az azt mutatja, hogy Magyarországon a felnőtt polgárok, a 16-74 év közötti felnőtt polgároknak mintegy 73-75%-a internethasználó, azaz az európai középmezőnybe tartozó módon a felnőtt magyar polgárok valamivel több mint egy negyede nem internethasználó, tehát sem vezetékes interneten, sem mobil interneten keresztül semmifajta internetes szolgáltatást nem vesz igénybe. Azok a hálózatfejlesztési programok, az a digitális Magyarország fejlesztési program, amit megvalósít a kormány, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy Magyarországon belátható időn belül nagy léptékkel bővüljön az internet használók száma, az internet előfizetéssel rendelkező háztartások száma és a rendszeresen internet használó magyar polgárok száma. Nem kisebb a cél, és ezt a célt egy reális, mérsékelt célkitűzésnek tekintjük, mintsem, hogy az előttünk álló 3-5 évben Magyarország az Európai Unió élmezőnyébe kerüljön abban az összehasonlításban, hogy a magyar háztartásoknak hány százalékában van internet előfizetés, ráadásul hány százalékában van szupergyors internet előfizetés, illetve a felnőtt polgárok hány százaléka az, aki rendszeresen internet használó. Az internetkon keretében, hogyha egyetlen egy mondatban kéne a témánk szempontjából, az internet használat arányának a növelése szempontjából összefoglalni azt, hogy a magyar polgárok hogyan döntöttek, akkor ez az egy mondat az a következőképpen hangzik. A magyar polgárok úgy döntöttek, hogy jelentős fejlesztésekre van szükség, és a magyar polgárok úgy döntöttek, hogy adócsökkentésre van szükség annak érdekében, hogy minél többen legyenek Magyarországon internet használók. Éppen ezért november közepére a szakmai és társadalmi szervezetekkel egyeztetve, a piaci szereplőkkel egyeztetve, az ágazat valamennyi szereplőjével egyeztetve, a kifejezést igyekszem kerülni, de most mégsem tudom, a digitális ökoszisztéma valamennyi szereplőjével egyeztetve egy olyan széles szakmai és társadalmi egyetértéssel övezett kormány előterjesztést kívánok a miniszterelnök úr asztalára letenni, ami a tárgyalt témánk az internet hozzáférés útjában álló akadályok lebontása szempontjából a következőket fogja tartalmazni. Ebben az előterjesztésben a polgárok döntése alapján javaslatot fogunk tenni arra, hogy az internet használatot terhelő áfa csökkenjen. Ma jelen pillanatban az internet használat áfája 27%-os, arra fogunk javaslatot tenni, hogy a szükséges jogi egyeztetések lefolytatása követően megfelelő időt hagyva, hogy a piac szereplői is az áfa csökkentésre fel tudjanak készülni, a 27%-os szintről 18%-ra csökkenjen Magyarországon az internet használatot terhelő áfa mértéke.
Mióta Magyarországon van internetszolgáltatás, mióta az internetszolgáltatásért minden internetelőfizetőnek fizetnie kell, és mindig is kellett valamilyen mértékű áfát fizetni, soha olyan alacsony az internet használat áfája nem volt, mint sem lesz majd akkor, amikor a mai 27%-os szintről 18%-ra csökken az internet használat áfája, hiszen korábban ez az áfa mérték 25, illetve 20%-os volt. Mindez jelentős mértékben bővítheti azoknak a körét, akiket eddig az internet magas ára tartott vissza attól, hogy internet előfizetők legyenek, és ezen keresztül internet használók legyenek. Ugyancsak szerepel az általunk benyújtandó javaslatok között az, hogy a kormány a magyar távközlési hírközlési ágazatot érintő ágazati különadót illetően a 2016-os esztendőben kössön egy olyan átfogó iparági megállapodást az érintett ágazat szereplőivel, amely iparági megállapodás pontosan meghatározza, hogy az előttünk álló években milyen ütemezésben, milyen mértékben lehet a távközlési hírközlési ágazat különadóját csökkenteni, illetve mérsékelni. A polgárok az ágazati különadó mérséklése mellett foglaltak állást az internetkon keretében. A javaslatunkban ezért fog szerepelni, hogy egy ilyen, az előttünk álló években kiszámítható, az állam a fogyasztók számára és a piaci szereplők számára is tervezhető adó csökkentési, adó mérséklést tartalmazó megállapodás szülessen. Ami a közműadót illeti, ne tűnjön szerénytelenségnek, részben az internetkonnak is köszönhetően idén nyáron megszületett a parlamentben az a döntés, ami mentesíti a közműadó megfizetése alól azon hálózatok üzemeltetőit, fenntartóit, amely hálózatok újonnan létesült szupergyors internetet, internet elérés szolgáló hálózatok, illetve meglévő hálózatok fejlesztése, felújítása által a szupergyors internet elérést szolgáló hálózatok. Tehát a közműadót illetően már az adócsökkentés irányába a 2015-ös esztendőben is egy jelentős lépést tett az országgyűlés a kormány javaslatára. Fontos témája volt az internetkonnak az a program, ami kiugróan magas támogatást kapott a társadalmi párbeszédben résztvevő polgárok részéről. A programnak a tartalma pedig az, hogy Magyarországon az előttünk álló években épüljön ki egy olyan szélessávú ingyenes wifi hozzáférés lehetővé tevő hálózat, amely annyit jelent, hogy minden magyar településen, ennél is kérek, most előre kell bocsátanom, aláhúzva, hogy legalább egy közintézményben és legalább egy közterületen többen lehet, ennél kevesebb nem lehet, tehát minden magyar településen, legalább egy közintézményben és legalább egy közterületen szélessávú ingyenes wifi elérés lehetősége teremtődjön meg. A javaslatunkban, a kormány előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy európai uniós fejlesztési források felhasználásával a szupergyors internet elérés szolgáló vezetékes internet hálózat fejlesztési programmal párhuzamosan ez a szélessávú minden magyar települést elérő ingyenes wifi hálózat kiépítésének a programja is valósuljon meg. Ugyancsak elég széleskörű támogatást kapott, egyértelmű volt a polgárok szándéka a tekintetben, hogy jöjjön létre egy olyan jelentős kedvezményeket magában foglaló internetes alapcsomag, amely alapcsomag egyrészt kedvezményes internet hozzáférés lehetőségét biztosítja meghatározott jogosulti körnek, másrészt az internet használatot lehetővé tevő, könnyítő, az internet használatban testet töltő lehetőségeket szélesítő digitális eszközök
kedvezményes, akár ingyenes biztosításának a programja lehet. A kormány előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy ennek az internetes alapcsomagnak a részleteit illetően a kormány a piaci szereplőkkel, az internet szolgáltatókkal közös szakmai megoldást dolgozzon ki. Egy olyan szakmai megoldást, amely szakmai megoldásban pontosan körülhatárolt az igényjogosultaknak a köre. Ha megengedik, zárójelet nyitok. A kezdeményezésemre a jövő héten az Országos Fogyatékosságügyi Tanács a napirendjére tűzi azt a kérdést, hogy a Fogyatékosságügyi Tanács, a kormány civil szervezetekből, szakmai szervezetekből, a fogyatékosok érdekképviseleti szervezeteinek szakembereiből, vezetőiből álló tanácsadó testülete tegyen arra javaslatot, hogy az internetes alapcsomag fogyatékosokat érintő körében hogyan lehet pontosan meghatározni az igényjogosultaknak a körét. Másrészt a szolgáltatókkal közösen olyan javaslatot kívánunk a kormány elé terjeszteni, amely javaslat egyébként az internetes alapcsomag tartalmának a kérdéseit is tisztázza. És végül, de nem utolsó sorban, még a szupergyors hálózatfejlesztésről is szeretnék szólni, bár Gabriella után nyilvánvalóan én már csak kiegészíteni tudom mindazt, amit elmondott. Tehát az európai digitális menetrend, azt a közös, az Európai Unió valamennyi országában kötelezően betartandó szabályt, előírást minden ország által elfogadott vállalást tartalmazza, hogy 2020 végére az Európai Unió minden háztartásában hozzáférhető legyen a szupergyors vezetékes internet szolgáltatás. Magyarország az Európai Unión belül, és itt most ebben semmi túlzás nincsen, éllovasként már 2018 végére ezt a fejlesztést végre fogja hajtani. Magyarországon 2018 végére minden magyar háztartás, a több mint 4 millió magyar háztartás mindegyikében hozzáférhető lesz a szupergyors vezetékes internet hálózat. Ennek a programnak a megvalósításához megközelítőleg 80 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrást különített el a Magyarország számára jutó Európai Uniós fejlesztési források részeként a kormány. A forrásokat pályázati úton fogja a hálózatfejlesztési beruházásokat megvalósítók számára biztosítani a kormány. A pályázati felhívás a nyár végén megjelent, és 2 éven keresztül folyamatos a pályázat lehetősége. Így tehát azt tudom mondani, hogy egy szakértő által megfogalmazott gondolatot ideidézve mai konferenciánkon, egy soha vissza nem térő pillanat, egy lehetőség az, ami Magyarország rendelkezésére fog állni. Nem lehet ugyanakkor azt elfelejteni, és ezt én is szeretném hangsúlyozni, a polgárok internetkonon belüli szándék nyilvánítása is egyértelműen ezt támasztotta alá, ezzel a lehetőséggel élni kell. Ezért az internet használat elterjedésének az útjában rejlő akadályokat le kell bontani. Ezek egyik nagy csomagja azon adócsökkentésben, internetes alapcsomag biztosításában rejlő intézkedések, amelyekre az előbb általam elmondott javaslatokat fogjuk benyújtani a kormány számára. De itt és most szeretném azt aláhúzni, talán kérdés is vonatkozott volna erre, hogy az internet használat elterjedése szempontjából rendkívül fontos az internet használattal kapcsolatos tudás mélységének, színvonalának a növelése, erősítése. Digitális kompetenciaként határozzák meg a szakértők mindezt. A köznevelési rendszerben, a köznevelésen túl a magyar felnőtt polgárok körében a digitális kompetenciák erősítése nélkül nem képzelhető el az internet használattal kapcsolatos fogyasztói igények jelentős növekedése, és ezen fogyasztói igények növekedése nélkül nem lesznek új előfizetők, nem tudjuk azt az arányt növelni, amivel kezdtem a mondandómat. Ma a magyar háztartások 40%-ában nincs internet előfizetés, és a felnőtt magyar polgárok legkevesebb egynegyede még nem internet használó.
és ezen a helyzeten pozitív irányban mindenféleképpen szeretnénk változtatni. Napirend után, ez a parlamentben ismert műfaj, a mai minikonferencia témáját nem képezte, ellenben tegnap előtti napon is több internetes portál foglalkozott a nagy multinacionális internet szolgáltatókat érintő elképzelésekkel. Ezzel a témával egyébként a hétfői napon fog egy minikonferencia foglalkozni. Volt egy internetes portál, amelynek a szerkesztője jelezte, hogy ma mindenféleképpen kérdezni szeretne tőlem, én ennek a szándéknak örülök és szeretnék elébe menni a mondani valóm megfogalmazásával. Engedjék meg, hogy két vagy három adatot elmondjak mindenek előtt, ami a helyzetet pontosan leírja, és ami világossá teszi, hogy miről is beszélünk. Ma Magyarországon az online reklámpiacnak a nagyságrendje az megközelítőleg 50 milliárd forint, tehát ma Magyarországon a reklámköltések közül mintegy 50 milliárd forintot az online reklámköltésekre fordítják a hirdetők. Ennek az összegnek kicsivel több, mint a fele, 52%-a magyarországi online reklámokra és hirdetésekre, mármint cégeknél elköltött összeg, és megközelítőleg fele nagy multinacionális cégeknél elköltött összeg. Túlzás nélkül állíthatom, tehát, hogy körülbelül a Google-nál, a Facebook-nál, más ezekhez a cégekhez hasonló hatalmas multinacionális szolgáltatóknál a magyarországi online reklámköltésnek a felét költik el, körülbelül 23-25 milliárd forintot, az online reklámköltések a másik felét pedig a magyar online piac magyar gazdasági szereplőinél költik el. A gazdasági szereplő két csoportja között az a különbség, hogy az online piac magyar szereplői azok részt vesznek a közteherviselésbe, magyarországi cégek adóznak, a legkülönbözőbb adófajtákhoz befizetik, az említett cégek azonban sem a magyar, sem az európai közteherviselésben nem vesznek részt. Ahogy egyébként az egyik online portál fogalmazott, hosszú-hosszú évek óta Európa szerte is, Magyarországon is ismert ez a tarthatatlan helyzet. Ismert az a tarthatatlan helyzet, hogy olyan elképesztő versenykülönbség, versenyhátrány működik, létezik a magyar piacon, amiben, elnézést a nem teljes felsorolásért, jelentősebb online portálokat, mondjuk az Origótól, az Indexig, a Hír24-től, a legkülönbözőbb cégekig, ezek a cégek Magyarországon működő cégek, a náluk eszkölt reklámköltés után áfát fizetnek, ha a reklámadó törvény hatájára tartozik, akkor befizetik a reklámadót, társasági adót fizetnek, helyi iparűzési adót fizetnek, a Google-nál, a Facebook-nál elköltött reklámköltések után, meg ezek a cégek nemhogy Magyarországon, de lényegét tekintve az Európai Unió területén 0 forint, 0 eurócent adót fizetnek. És egyre inkább letarolják nem csupán a magyar, hanem az európai reklámpiacot. 2008-ban ezeknek a multinacionális cégeknek a magyar online reklámpiacon belüli részesedése 17%-os volt a bevételekből. A magyar cégek a bevételek 83%-ából részesültek, és ez változott meg úgy, hogy alig fél évtizeddel később, ma már a reklámbevételek 48%-a ezeknél a cégeknél van, nulla adózással, és csupán 52%-a maradt a magyarországi cégeknél. Ráadásul ezek a cégek még két dologban nem vesznek részt. Egyetlen egy eurócentet vagy dollárcentet sem költenek hálózatfejlesztésre és fenntartásra. Ezt egyébként az európai, magyar, online hírközlési, távközlési internetszolgáltató cégek teszik, és lényegét tekintve egyetlen egy fillért, eurócentet vagy dollárcentet sem költenek tartalom előállításra, mert azt egyébként az előbb említett cégek, szerkesztőségeket, üzemeltető vállalkozások azok, amelyek finanszírozzák. Mások által létrehozott, eurómilliárdokból létrehozott és fejlesztett hálózatokat használnak, semmit nem járulnak hozzá. Más cégek által, akik egyébként részt vesznek a cseh,
a magyar, a francia vagy a német közt elviselésben is adóznak, más cégek által finanszírozott tartalmakat szolgáltatnak. Így tehát ennek a tarthatatlan helyzetnek Magyarországon is megvannak a jelenségei. Az internetkon keretében november közepén olyan javaslatot kívánunk letenni a kormány asztalára, amely ezen a tarthatatlan helyzeten változtat. Miért szeretnénk ilyen javaslatot letenni a kormány asztalára? Azért, amit több internetes portál tárgyszerű a helyzetet leíró cikke az elmúlt napokban tartalmazott, azért, mert tarthatatlan a helyzet. Ha egy helyzet tarthatatlan, akkor a helyzet megoldása, a helyzet megváltoztatása, a kirívó igazságtalanság, a rendkívül súlyos gazdasági hátrányokkal és negatívumokkal járó helyzet megváltoztatására lehetőséggel bíró szereplő, ez Magyarországon a kormány, illetve az országgyűlés kötelessége, hogy a tartatatlan helyzeten változtasson. Olyan javaslatot fogunk letenni a kormány asztalára, amely javaslat épít azoknak a megoldásoknak a teljes kudarcából, részleges kudarcából, inkább sikertelen, mint sikeres megvalósulásából, amelyet több európai uniós tagország már ennek a problémának a megoldása érdekében próbált alkalmazni. Ilyen megoldást már 5 esztendővel ezelőtt Franciaország, még annál is régebben Németország, kb. 3-4 esztendővel ezelőtt Spanyolország próbált alkalmazni. Ezek a megoldások többnyire nem váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Ezekből a tapasztalatokból tanulni szeretnénk. Másrészt olyan megoldást kívánunk letenni a kormány asztalára, ami két fontos szempontra tekintettel van. Az egyik az az, hogy természetesen közös európai megoldást szorgalmazunk, de lassan egy évtizede mindenki, maga az Európai Unió is közös európai megoldást szorgalmaz, de semmi nem történik a közös európai megoldás érdekében. Tehát ma, jelen pillanatban, ha nem az elveket, meg a szándékokat, az üres szavakat, hanem a gyakorlat tényeit nézzük, aki ma azt mondja, hogy semmit ne csináljon egyetlen egy tagállami kormány sem mindaddig, amíg nincsen közös európai megoldás, az azt mondja, hogy senki ne csináljon semmit, és vegye tudomásul azt, hogy tarthatatlan helyzet fennmarad. Szerintem a tarthatatlan helyzetek azok pontosan azért tarthatatlan helyzetek, hogy azoknak a fennmaradását lehetőleg ne vegyék tudomásul azok a szereplők, akik erre hivatottak. Nyilvánvalóan az Európai Unió illetékes intézményeivel is konzultálni kívánunk a megoldást illetően. A másik szempont, amit szem előtt akarunk tartani, és az egyik tanulság az előbb idézett, többnyire kudarcos, sikertelen megoldásokból, hogy nincs egyetlen egy csodafegyver. Nem létezik az, ezt a szakmai tapasztalatot szűrtük le az elmúlt évek próbálkozásaiból, hogy egy jogterület vagy egy jogszabály módosításával ezen a helyzeten változtatni lehessen. Olyan többféle eszköz egyszerre egy időben történő alkalmazása járhat eredménnyel, ami egyébként változtat azon a helyzeten, hogy Magyarországon és szerte Európában a nagy multinacionális internet szolgáltatók letarolják a reklámpiacot, a reklámpiac letarolásával egyre lehetetlenebb helyzetbe hozzák az adott országok internetes tartalom előállítóit, és mindezt úgy teszik, hogy sehol az Európai Unióban lényegét tekintve egyetlen egy eurócent, vagy forint, vagy fillér erejéig sem vesznek részt adófizetésen keresztül a közterviselésbe, és semmilyen módon nem járulnak hozzá az euró 10 és 100 milliárdokért létesített, fejlesztett internetes hálózatoknak a bővítéséhez, működtetéséhez, amelyek nélkül egyébként a maguk tevékenységét nem tudnák végezni. Hát ezek a szolgáltatók csak azáltal tudnak létezni, hogy vannak internetes szolgáltatásra alkalmas távközlési hálózatok, és van az ezeken a hálózatokon keresztül elérhető szolgáltatások iránt fogyasztói kereslet. Így tehát azt tudom mondani, hogy az előbb említett probléma megoldása érdekében konkrét javaslatcsomagot fogunk a kormány asztalára letenni, valamennyi magyar szereplővel, tartalomszolgáltatókkal, az adózás kérdéseivel foglalkozó kormányszervezetekkel, szerzői jogi kérdésekkel foglalkozó kormányszervezetekkel és szakértőkkel egyeztetünk a kérdésről.
az Európai Unió illetékeseivel is. Kizárólag olyan megoldás képzelhető el, amely megoldás semmilyen módon nem jelent terhet egyetlen egy magyarországi, a digitális ökoszisztémában működő vállalkozás számára. A Nyugat-Európában vagy Európai Unió más országaiban alkalmazott kevésbé sikeres megoldások egyik tapasztalata, és ebből is tanultunk, hogy voltak olyan megoldások, amely megoldások alól ki tudott bújni, akár a Google, akár a Facebook, ellenben nem tudta kibújni az adott országokban működő, az online iparágban tevékenykedő vállalkozások, és az ő terheik növekedtek. Ilyen akár csak egyetlen egy fillérrel a magyarországi cégek terheit növelő megoldást nem fogunk alkalmazni, kizárólag olyan megoldást fogunk alkalmazni, ami az adófizetés körébe kimondottan, kiugróan magas árbevétellel rendelkező nagy multinacionális cégeket is végre bevonja. 25 milliárd forintnyi reklámbevétel, és az egész magyar távközlési ágazat közműadóként a legmagasabb összeg, amit egy évben befizetett, az 14 milliárd forint volt. Nem akármiről beszélünk. 25 milliárd forint árbevétel adómentesen kikerül az országból, kikerül az Európai Unióból, másik oldalról az egész magyar távközlési ágazat, vagy az internet szolgáltató, bármilyen távközlési vagy hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalatok, a legtöbb közműadó majd befizettek, ez már kevesebb a előbb említett közműadó csökkentési módosítást követően, az 14 milliárd forint volt. Tehát nem kis összegről beszélünk, ami egyébként a magyarországi digitális fejlesztések területén is jól felhasználható lehet, például az értékes magyar nyelvű tartalmak előállításának támogatására is.